A pandémia miatti 2 éves kihagyást követően ismét mesebeli kiskertekben gyönyörködhetnek az érdeklődők az Icsi ligetben. Székesfehérvár önkormányzata és a Városgondnokság szervezésében visszatért a mesés kiskertek, azaz a 3. Székesfehérvár gyermekkertépítő verseny. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan idén is számos magyar népmese és rajzfilm helyszínét készítették el a kisalkotók, nevelőik és szüleik segítségével. Körbenézve most 15 olyan kis csapatot látunk, akik szorgoskodnak, hogy előre megtervezték, hogy mit, hogy fognak kialakítani, és most beültetik ezekbe a kis ládákba. Nagy öröm, hogy újra meg tudjuk ezt a programot rendezni. Ugye Deák Lajosné volt itt az ötletgazda, és a Városgondnokság volt az, amelyik ezt fölkarolta. Egy a 3. alkalom, de ugye az előző 2 évben nem tudtuk megcsinálni. Most újra itt vannak a kisgyerekek, és hát az ő arcukon szerintem minden ott van. Ők is mosolyognak, a virágok is mosolyognak, és bízom benne mindenki, aki idejön és megnézi majd ezt a kis csodát, amit ők alkotnak. A mesés kiskertek ötletgazdája Deák Lajosné örömtelinek nevezte, hogy a programra a 2 éves kihagyás után ismét számos intézmény jelentkezett. Évek voltak, még felkészültek az intézmények, nagyon fontos az újrahasznosított dolgoknak a felhasználása, ezt is megtanulják a gyerekek, saját kezükkel készítik el az intézményekbe, és most is úgy fogják elkészíteni, a gyerekek ültetnek, a nevelő instrukciókat ad, hogy hogyan kell elkészíteni a kerteket. Nagyon fontos, hogy a gyerek megtanuljon önállóan dolgozni, de illetve csapatba is dolgozni. A szebbnél szebb remek művek közül ezúttal a Hosszú sétatéri óvoda Tóvárosi tagóvodája Bogyó és Babóca kirándul című műve nyerte el leginkább a zsűri tetszését. A második helyezett a Kék bolygó megmentői lett, melyet a Felsővárosi óvoda Szárazréti tagóvodája készített el. A 3. helyet pedig a Harmadgyöngye óvoda szerezte meg a Cserépváros lakóival. A mesés kiskerteken készült alkotások 3 hétig az Icsi ligetben lesznek láthatóak, ezután pedig az intézmények udvaraira kerülnek.